Nagyon sok anya aggódik. Van olyan, jól csinálom-e? Van-e tökéletes minta? Jó anya vagyok-e? Ez nagyon legtöbb anyában megfogalmazódik. A legtöbb édesanyában biztosan felmerülnek ezek a kérdések, hiszen mindenki a lehető legjobbat szeretné gyermekének. Egy biztos, a nőkben kódolva van az anyaság szerepe. Békésen aludt édesanyja karjaiban ez a gyönyörű kisbaba Anna. Anyukáján felfedezhetjük, hogy nem csak maga az ösztön, de a rutin is szemmel látható. Anna a 2020-as év első Fehérváron született kislánya, második gyermekként érkezett a családba. Nagyon szerencsés a kislányom, hogy viszek neki egy húgicát. Ezeket az örömteli szavakat kislánya születésekor osztotta meg stábunkkal Kinga, a boldog anyuka. Rajta is láthattuk, talán kevés szebb érzés van a világon annál, amikor a nőből szülő válik. Ez egy igazán nagy mérföldkő a család életében. Na de ne rohanjunk ennyire előre, hisz ez a nap azoké a hölgyeké is, akik várandósok. Én még nem vagyok édesanyja, de kismamaként ez az első anyák napján. Idén először köszöntöm anyukámat, a két nagymamámat, és a keresztanyukámat a pocakban rúgdosó Vénával, aki júliusban érkezik hozzánk. Hosszú út vezetett idáig, bár még csak a pocakban, de hogy itt lehessen köztünk. Éveken át vártunk az érkezésére, de egy budapesti meddőségi központnak és két lelki segítőmnek hála júliusban már én is édesanyja lehetek. Léna Lombik kislány, de ha újra kezdhetném, sem csinálnám másképp. Minden tűszúrás megérte számomra, hogy most 28 hetes kismamaként itt rúgdoshat a pocakomban. Már most arról álmodozom, hogy jövőre az apukája segítségével, de anyák napján már engem is felköszönt. Anyának lenni egyben feladat, nehéz feladat, kemény feladat és ajándék. Valami olyan fajta ajándék, amelyet nehéz szavakba önteni, éppen úgy, mint az anyukánk iránt érzett hálánkat. Tavasz, iszi, fíze, tavasz, viágom. A közel 3 éves Hanna Léna énekével tette szebbé édesanyja napját. Anyukám talált ki, hogy az én kincsem ugyan ki. Ki más lehet, ha nem te, ültesed be az öregbe. Mit áldozat álmodtam? Napra. Fordul, miatt voltam álmomba. Édesanyám, te mert fényes nap voltál. Naptartéktől megmondta egy zsadokba. Itt pedig már a 4,5 éves Noel és a 3 éves Botond szavalt anyák napja alkalmából. De kolléganőnknél is meghitten telt az anyák napja. Rába Hetti bepillantást engedett az életükbe, és együtt utaztunk vele az időben. Nagyon fiatalon elterveztük a férjemmel, hogy 4 gyermeket szeretnénk, az biztos. De hát ugye a 3. gyermek után már úgy tűnt, hogy biztos, hogy nekünk így a 4. az már így nem fog megvalósulni. És aztán 3,5 évre a 3. gyermekünk születése után mégiscsak megadatott nekünk a 4. gyermekünk, egy szintén kislány, így aztán igazán nagy családdá válhattunk. Az életben sokszor nehéz helyt állni anyaként, de kolléganőnk lánya biztosított bennünket arról, hogy bár ők 4-en vannak testvérek, édesanyjuk mindenben kiállja a próbát. Nagy szeretettel jön haza, meg akár nagy szeretettel válik mi is, és így nagyon kedves is. Én anyák napjára mindig rajzzal szoktam készülni neki, mivel tudom, hogy nagyon szereti a kézzel készült ajándékokat. A gyerekek természetesen a nagymamáknak is szemük fényei. Amikor a televíziónál dolgoztam Burján Zsigmond kollégámmal, kimentünk a televízióval az Árpád úti óvodába, és megkérdeztük a gyerekeket, akiket addigra már fölkészítettek az óvónénik, hogy tudnak-e vajon egy anyák napi versikét. És hát az én kisfiam volt az első, aki jelentkezett, és elénekelte az Orgona ága, Paracka virága című nótát, anyák napi dalt, és hát nagyon kedves, hogy ma meg ő megy az ő kisfiához, aki majd meglátjuk, hogy mit énekel el.
Boldognak érzem magam, mert vannak unokáim, meg dédunokáim is vannak. Nagyon szeretem mindegyiket. Mindegyik nagyon aranyos. Ezt a felbecsülhetetlen gondoskodást anyák napja alkalmából legtöbbször virággal köszönjük meg. Megváltoztak a vásárlási szokások a pandémiára való tekintettel. Mi is alkalmazkodtunk hozzá. Sok-sok online felületen hirdetjük magunkat, akár kiszállítással is, akár küldhetnek is, vagy saját maguk részére otthonra rendelik, hogy el tudják vinni az anyukájuknak a virágon. A mostani helyzetben megpróbáljuk támogatni a magyar termelőket a virágoknak a eladásában, és mi nagyon-nagyon sok magyar termelő virágját forgalmazzuk. Minimálisan importból is dolgozunk, főképpen az angol rózsák, tearózsák, csokros rózsák, tavaszi virágok, még most az időjárásra való tekintette, hogy ilyen hűvös volt, még nagyon sok fellelhető, tulipán, frézia, és barátai. Ezek voltak a slágerek idén a virágok közül. Anyának lenni jó és kiváltság, de persze nem a virágok és az ajándékok miatt, mindinkább azért, amit az élet kiszabott rájuk, szeretetteljes gondoskodás, odaadás. Anyává úgy válunk, hogy már bennünk van az anya minősége, akár gyerekkorban is, bennünk van az anya minősége akkor is, hogyha nem vállalunk gyereket, nem lehet gyerekünk, sors másképp rendeli el. De maga az anyaság, az ott van a génjeinkben, ott van a lelkünkben, ezért tudunk gondoskodóak lenni, szeretetteliek lenni, ezért tudunk rálátni sokkal tágabban a világra, és ez a minőség akkor is ott lehet, hogyha nem a saját gyerekünket neveljük. Ez aktiválódik abban a pillanatban, amikor megszületik a gyermek. Nagyon sok anya aggódik. Van olyan, jól csinálom-e? Van-e tökéletes minta? Jó anya vagyok-e? Ez nagyon legtöbb anyában megfogalmazódik. De azért kapunk ehhez az anyasághoz egy ösztönt is, ahogy látjuk és érezzük a gyerekünknek a fejlődését. Tudjuk mi anyaként, hogy miért sír éppen másképp, amikor éhes, vagy amikor valamilyen más szükséglete van. Ez az ösztön, ez a magától értetődő dolog, ez bekapcsol, és érdemes erre hallgatni. Így válunk igazából anyává, hogy ezt az ösztönt hagyjuk, hogy működjön, és hagyjuk, hogy összekapcsoljon bennünket a gyermekünkkel. Létezik-e tökéletes anya? Ki mondja meg azt, hogy milyen a tökéletes anya? Hiszen minden gyerek más. Minden gyerek más, mást igényel. Ha vannak szakkönyvek, vannak szakemberek, van szakirodalom, amelyek segítenek abban, hogy meglássunk olyan dolgokat, megértsünk dolgokat és összefüggéseket. Ez a tudatos oldala az anyaságnak. De az ösztönös dologgal össze kell gyúrni, figyelembe venni azt, hogy minden gyerek éppen másképp működik. Nem tudunk az alól kibújni, hogy hozunk magunkkal mintákat, hogy hozunk magunkkal egy generációs csomagot, és hogy ez a gyerek, az nem biztos, hogy ehhez igazodik. Ez a nagy kihívás, ez a nagy feladat. Jó megnézni azt, hogy mások hogy csinálják, de nem biztos, hogy le lehet ezt kottázni. Jó elolvasni egy könyvet, amiben vannak hasznos tanácsok, hogy megértsük a pszichológiáját például a gyereknevelésnek. De kotta nem lehet lekövetni. Aki nem viszi bele a saját ösztöneit, aki nem viszi bele saját magát, és azt a kapcsolódást, ami a saját gyerekével van, akkor ez egy tévútra tudja vinni az anyaságot és a gyereknevelést. Az anyaság nem egy idilli állapot. A közösségi portálokon nagyon sokszor látunk tündérruhába öltözött kismamákat, virágos háttérrel, és az, aki még készül az anyaságra, azt gondolja, hogy talán a kismamaság ezt jelenti. Nem mindig ilyen. Nagyon sokszor fájdalom, nagyon sokszor fáradtság, nagyon sokszor valóban egy teher ez az állapot. Amikor megszületik egy kisbaba, nyilván a Facebookon minden kisbaba mosolyog, nevet, mindenki ezt az arcát teszi fel a gyerekének. Aztán van egy ilyen elvárás, hogy amikor megszületik a baba, lehet, hogy én nem csinálok valamit jól, az én gyerekem folyamatosan bőg, a Facebookon minden gyerek mosolyog. Ugye gondoljunk erre az Anna Gerdes fotókra, amin édesdeden szúnyókálnak a virágszilomba a kisbabák.
egy kisbaba nem feltétlen ilyen. Igen, fel fog kelni éjszaka, nagyon sokat fog sírni, anyaként pedig fáradt leszel, kimerült leszel, és ha nem érted azt, hogy ez miért így működik csak a te életedben, akkor érdemes megkérdezni az anyukádat. Itt kapcsolódunk vissza az édesanyánkhoz, hogy ez vajon hogy volt? Hogy érdemes körülnézni, és megnézni egy kicsit a valóságot. Hát az anyaság mind a mellett, hogy tényleg egy tündérmese, és a gyermekünk tényleg a legcsodálatosabb a világon, a mérleg másik serpenyőjén pedig ott van az az áldozat, amit ezért hozunk. Ott van az a fáradtság, ami ennek az ára. Az édesanyákra a város polgármestere is gondol minden évben. A stábunknak készített videójában Cserbalkovics András az Anyák Napja legfontosabb üzenetét hangsúlyozza. Kedves édesanyák, kedves nagymamák, kedves dédnagymamák! Az év egyik legszebb ünnepéhez értünk, hiszen az Anyák Napja mindig különleges lehetőség arra, hogy azt a fantasztikus érzelmet, amit egy édesanya és gyermeke kapcsolata jelent, azt kifejezhessük egy csokor virággal, egy mosollyal, egy kedves üzenettel, vagy éppen néhány puszival és egy öleléssel. Az én kislányom is készül már hosszú napok óta nekem a fürdőszobában, mondja el azt a verset, amit tanul az iskolába, és amit aztán majd édesanyjának és a nagymamáknak fog elmondani. Ezen a nagyon szép napom. Látom rajta az izgalmat, és látom azt a vágyat, hogy amit mondani fog, és ahogy mondani fogja, az tetszen édesanyjának. Én biztos vagyok abban, hogy lesz majd egy kis örömkönnye, és aztán leg lesz egy ölelés. Én ezt az ölelést, ezt a mosolyt, ezt a boldogságot kívánom most mindenkinek, nem elfelejtve, hogy fontos tudnunk, hogy valójában az Anyák Napja ne az évben egy nap legyen, hanem 365 napig tartson, mert senkinek nem köszönhetünk többet, mint az anyukánknak, vagy éppen a nagymamánknak. Boldog Anyák Napját kívánok!